Gonosz szája tátog ellenem. Hazug nyelvvel beszélnek hozzám, a gyűlölet szavával vesznek körül, s ok nélkül harcolnak ellenem. Szeretetem jutalmául váddal illetnek, én azonban imádkozom. A jót rosszal viszonozzák, szeretetem gyűlölettel. Te védj meg minket, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, és elnyugodjunk biztonságban, békén. Szelíd és alázatos szívű Úrunk Jézus Krisztus, aki édesigát és könnyű terhet raksz követőidre. Fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkel örökké. Ki adott erre parancsot? Hát, hogyha agyonvernek valakit, mit fog az mondani? Vigyék a villába! Maguk meg utassanak át mindent. Félek, atyám, hogy elbukok. Fiam, a te utad a tanítás és a szolgálat. Nem tudsz eltévedni, mert a szíved tiszta. Sikerülhet nekünk a megbocsájtás, atyám. Ferenc, mindannyiunkban ott van legbelül a hit és a szeretet. Csak elnyomja a félelem. Udi eltárs, magához tért. Kucsera. Jól van. Azt hittem, már nem térsz magadhoz. Tudod, hogy ki vagyok? Igen. Hódi Ferenc, a városparancsnok. Akkor ezt tisztáztuk is, Kucsera. Gondolom, azt is tudod, miért vagy itt.
És én választ akarok kapni a kérdésemre. Ki adott jelet az ellenforradalmi erőknek a harangozással? Egy nevet akarok hallani. Ki húzta meg a harangokat? Ki helyett akarsz meghalni? Eftas! Mit mondtam? Angolosan. Menj át rá a többiekhez. Mennyi az idő? Az időnek itt most csak az én szempontomból van jelentősége. Nézd, Feri. Őszinte leszek. Én sem szeretem ezeket a barbárokat, de nekem nevek kellenek. És te el fogod ezeket a neveket mondani nekem, vagy így, vagy úgy. Márciusban sem volt, amikor letartóztak. Feri, kém, azért ez most egy kicsit más helyzet. Nézzél körül! Márciusban más volt a helyzet. Akkor még te is másként viselkedtél. És a direktórium is mindenkinek ad egy esélyt. De közben ellenforradalom lett, és míg a vörös katonák védik az országot, addig a magad fajták lepaktálnak az ellenséggel. De mi ki fogjuk írtani a lázadókat. Valaki meghúzta a harangot, te pedig tudod, ki volt. Ha elmondod a neveket, kisétálhatsz innen. Volt egy ember Szentendrén. Annak az volt a rögeszméje, hogy ő sakkban megverte az Úristent. A város parancsnokor őre emlékeztet. Feri! Látod te itt az Istent? Nem. Mert itt most én vagyok a jó Isten, a te egyetlen segítséged. Az az ő parancsa, hogy higgyünk fiának Jézus Krisztusnak nevében. És szeressük egymást parancsa szerint. Kit érdekel itt Isten? Kit érdekel Jézus? Itt nincs szükség Istenre. Itt világforradalom készül. Mi pedig egy új világot építünk, ahol mindenki egyenlő lesz. Az a mennyország, amiről te beszélsz. Hol volt az Istened ma este? Hol van most? Hol volt, amikor pusztultak az emberek? Hol volt? Te nem vagy ide valósi. Ahogy én sem. Én Léváról jöttem. Engem ide rendelt az Úr. Mert nekem az ő házában kell lennem. De te miért vagy itt? Miért harcolsz? Kiért harcolsz? Én elviszem a saját keresztemet, de te kiét cipeled. Atyám,
Ennek nem kell így történnie. Itt kint. 10 perc gondolkodási időt kapsz. Utána válaszokat akarok. Köszönöm, parancsnok elvtárs. Ez mégiscsak jobb, mint amit te szívsz. Te sem véletlenül álltál be közénk. Megjártad te is a frontot, tudod milyen az? Mi is voltál azelőtt? Egy budapesti pincér. Tudod, miért harcolsz? Kellene még egy kis idő, Eftes, hogy megtörjem. Nincs több időd, fiam! Itt most már nem lehet visszafordulni. Itt most te vagy Samueli, és úgy is kell cselekedned. Ezek az emberek csak eszközök. De te még lehetsz más. Szarom én az összes eszmét. Egy eszme van, hogy nekünk jó legyen. Ezt résd a fejedbe te is. Itt vagy győzünk, vagy menekülünk. Az ellenségeinkkel most kell leszámolni kegyetlenül és kíméletlenül. Vagy mi vagy ők. Most már nem lehet visszafordulni. Túl messzire mentünk. Nem kell félni a vértől. El kell taposni őket, hogy féljenek. És hogy ne merészkedjenek ki az utcára sem legközelebb. De a nép, akikért harcolunk... Hagyd már ezt a hülyeséget! Mi magunkért harcolunk. Mikor lesz itt egyenlőség, he? Sohasem. De most mi vagyunk fent. Vagy megtartjuk, vagy eltaposnak minket. Téged is. Engem is. Mindnyájunkat. Mi legyen? Tudod, te azt nagyon jól. Félniük kell. Mert a félelem megöli a hitüket. Tudniuk kell, hogy a kurva anyjukkal szórakozhatnak csak. Hanem a pap beszéde. El ne csavarja a fejedet, Hudi fiam. Eddig jól szolgáltad a proletár diktatúrát, de senki sem pótolhatatlan. Maga vezeti őket, gyorsan szervezze meg, kiviszik a Dunapartra és elintézik. És az ítéletet felolvassuk neki? Nem olvastok semmit, te barom. Értetted? Igen, intézkedem. Vigyétek! Maga meg mire vár!
biztos utat nekem. Csak a te akaratod létezik. A te szent kezedbe ajánlom lelkem. Sújts le a mélybe a boldogság magasából, a szerencsétlenségek örvényeibe. Célod! Hogy sziklára, sziklára hullva, zúzódva estemben, mégis híven bontom fel. Nah.